Nek. Schiller Vasa Sáci, with number 55, 55-összel, Sági Máté, with number 74, 70... Egyelőre még komoly lehetőség nélkül Rucuinak volt több dolga, nem pedig a kapuban álló Ságinak. Megvan az első gól! Ferenc Csibi Róbert második gólját szerzi a szezonban, az Újpest ellen is betalált a gyergyói HK fiatal hátvédje. És kéri teljesen üresen a másik oldalon. Első alkalommal tud felállni a Vasas, sőt, nem csak felállni, hanem ki is egyenlíteni. Turbuc találatával egalizál a Schiller Vasas, kihasználja az ember előnyét. Szép játék. És majdnem meglett a második. Ezek megint a Vasas pillanatai. És a laposan meglőtt korong Rucuy kapujában köt ki. Ha jól láttam, Inglis Ákos a gólszerző. Kat. Konstantin. Elveszíti. Bukor. A másik oldalon ketten is kérik. Nagy lehetőség. Gól! 3-1-re vezet most már a Vasas. És komoly lépést tesznek a fiatalok annak irányába, hogy megszerezzék első idegenbeli győzelmüket ebben a szezonban. Korong megvan. Itt most már eladni tényleg életveszély. Hogy eléggé fejetlen lövés volt. Ezzel pedig el fogják dönteni Rafaj. 4-1 a Vasasnak. Csibi most már kapusnak is simán elmenne így a végére. 22 másodperc van most már mindössze. Azonban az ember előnyben sem nagyon tudott felállni a Gyergyó. Góga pedig még kozmetikázik egyet az eredményen. 4-2. Nagyon örülni azonban nincsen oka jelen pillanatban a gyergyói csapatnak. Másik oldalon pedig éltek a lehetőségekkel, és egy nagyon fontos 3 pontot szerzett a Schiller Vasas. Végeredmény tehát Gyergyói Hoki Klub, Schiller Vasas HC 2-4.